Folytatódik a budakalászi hangoskolás. Ősszel az immáron két fél éve tartó töretlen siker örömére ismét beindul a Város Széli Klub. Budakalászon október végétől havonta újra füstös koncertteremmé alakul át a faluház, hogy életbe tartsa az élőzenés bulik hagyományát. Október 24-én Ómen, november 14-én Iván Ende Felezor, december 6-án CLFD Necsolász, KKMH Rockház Budakalász.
No, hát szép rock napot mindenkinek, sziasztok, a mikrofonnál Gyurcsik Gyuri köszönt mindenkit. Remélem, hogy jól sokan hallgatjátok a műsorunkat, kicsit lejjebb húzom a gumizenét, hogy jobban halljatok engem is. Szóval kezdetét vette a Rock Panoráma, ami egészen 19 óráig tart majd ugye itt a rockvilág.hu-n, és azon belül pedig ugye a vendégeket is mindjárt fölkonferálom, hogy kik is lesznek, de igazából ez már ugye megjelent a honlapunkon is, tegnap óta elolvasható a cikk, illetve ugye Facebookon is posztolgattuk nagyon-nagyon sűrűn, úgyhogy remélem, hogy már sokan rákészültetek a vendégzenekarainkra. Gyorsan elmondom még az elérhetőségeinket, hiszen ezeken keresztül tudtok majd kommunikálni vendégeinkkel, meg hát ugye a dalkérések is ide jöhetnek. Van nekünk egy fórumunk, mégpedig ugye a mai nappal ellátott fórum, tehát napi adás hozzászólások 11-10-es fórum, tehát ugye november 10-e van, úgyhogy ide írhatok nekünk serényen, emellett pedig a Facebookon is elérhetőek vagyunk, mind a Rockvilág, mind a Rock Panoráma, mindkét csatornánkra nyugodtan írhatok és kérdezhetek a zenekaroktól. Az első óránkban például a Heroic együttestről, akiktől már egy nagyon jó kis dalt le is nyomtunk így a műsor kezdéseként, úgyhogy Ádám van itt a zenekar frontember a bandából, úgyhogy őt köszöntöm, szia, örülök, hogy itt vagy. Sziasztok, Ádám vagyok a Heroicban. No, hát akkor szerintem csapjunk is bele gyorsan a lecsóba, jó? Még mielőtt ugye itt a hallgatók is remélhetőleg majd jobbnál jobb kérdésekkel rohamoznak feléd. No, hát akkor megkérnélek egy kicsit, hogy mutass be nekünk a bandát, mert épp arról beszélgettünk, hogy már így adáson kívül ugye, hogy tényleg igyekszünk minden zenekarnak teret adni, és sajnos ti még eddig nem szerepeltetek itt nálunk, pedig ugye idén már megjelent a lemez, és nem csak ez a fő vonala, hanem azért gyakorlatilag elég régóta létezik már a banda, tehát ha jól tudom, ugye 2010 óta működtök, igen. És ráadásul olyan úgymond már ilyen korábban megjárt mindenhol működő zenészekkel, mint te is ugye a Blood Rainbow-ból, meg szóval ez egy ilyen kis szupergrupnak is mondható ez a zenekar, vagy hogy is van ez valójában? Hát ez csak viccesen nevezik, azért ekkora egónk nincsen, nem a következő szituáció, ez 2010-ben alakították a dobos, illetve a gitáros a Heroicot, akkor még Archer néven, de gyakorlatilag ugyanazzal a felállással vagyunk 5 éve, egyedül a másodgitáros poszton cserélődött le egy ember. Az volt az alapkoncepció, azért nem lehetett nagyon hallani dolgunk az első években igazán, mert ezt így hobbi szinten csináltuk, tehát mindannyian szerettük ezeket a pagán zenéket, meg szerettük a Black-es, Death-es dolgokat, meg ilyen kb. 20 éve mindegyikünk ilyet csinál konkrétan. És ez így kezdett megy, hát csináljunk ilyen zenét, vannak számok, van koncepció, van szöveg, koncertezgessünk, és igazából ez így jó volt nekünk. És aztán 2013 vége felé elkezdett összeállni az első anyag, akkor megírtuk konkrétan az összes nótát, és már így kezdtek egyre többen lenni a koncertjeinken, és így egy kicsit elkezdtek azonosítani minket ezzel az északi ilyen pagános, kicsit folkos, de death metal alapú zenékkel, és csomóan kezdtek lejárni a koncertjeinkre, és akkor úgy döntöttük, hogy egy kicsit komolyabban vesszük ezt az egészet, és akkor megcsináltuk az első anyagot, kikevertük, abban a szempontból mázlink van, hogy a gitárosunknak van egy stúdiója, ahol próbálunk is, és így viszonylag alacsony költségekkel meg tudtuk csinálni az első anyagunkat, és akkor ezt így kiadtuk, hogy akkor legyen, és erre felfigyelt a Hammer mint olyan, és gyakorlatilag leszerződtünk velük most már, mert elég jól sikerült, elég jó visszhangja voltak az albumnak. És akkor a 2014-ben gyorsultak fel körülöttünk az események, ugye lett a lemez, lett egyre több koncert, és a csúcspontja, idei év csúcspontja volt számunkra, amikor a májusban föl tudtunk lépni közvetlenül az Álmon Amárt előtt, tehát az egy életélmény volt, úgyhogy ez így kialakította, és ekkorra ki is tisztult már úgymond az imidzsünk is, mert az egész szövegvilágot azt ilyen barbár tematikára építettük, a korai barbár világoknak a különböző harcaira és ehhez kapcsolódott, tehát mi nem a viking vagy a kelta vonalat visszük, hanem ez a közép-kelet-ázsiai barbár nomád közeg, és gyakorlatilag kialakult egy olyan imidzsünk, amit lehet látni a honlapunkon is, most jelentek meg nemrég ezek a fotók,
mi ez az identitásunk. Igazán a modernkori barbárok vagyunk, mert így is lehet nevezni az egészet. Igen, ezt épp én is néztem már Facebook oldaltokon, ugye megjelentek tényleg ezek a hivatalos profilfotók, és ezeken is azért jól láthatóak ezek, tehát a művérrel nem nagyon tehát nem kevés művér van rajta, úgyhogy adtatok neki rendesen. No, még mielőtt ugye lejátszok a következő dalt, még az érdekelne engem, ugye, mert említetted, hogy az első anyagot elkészítettétek, és erre figyelt fel a Hammer is, és ugye már náluk jött ki idén az első debütáló nagylemezetek. Mennyire kerültek rá erre régebbi nóták, vagy inkább tettetek rá újabbakat is a Hammeres, tehát a hivatalos debütáló nagylemezre, vagy hogy volt ez? Nem, a legdurvább, ez az összes nótánk. Ez volt, amíg nem írtunk új számot, úgyhogy gyakorlatilag nincsenek rajta se korai, semmilyen nóták, ami megjelent az összes nótánk, és ehhez most írunk. Átdolgoztátok kicsit őket, vagy ugyanúgy? Ezt így gyakorlatilag így kérték, hogy akkor ez így legyen, mert ugye ezek már készen voltak. És ugyanaz a sorrend, de gyakorlatilag most már kiadós viszonylatban vagyunk. Nyilván beszélgetünk majd arról is, hogy hogyan írjátok a dalokat, de most az érdekelne, hogy a következő dal miről szól, hogyan született. Ez a terroros téma. Ez a terror manifestations, tehát a terror megtestesülések. Ez egy olyan gondolat kísérletből született még anno, hogy lehet az, hogy a korai világokban valaki megszületik, és elterik 30 év, és legigázza a félvilágot. Ott van Genghis Khantól, Attilán át, egy csomó olyan hadvezér van gyakorlatilag, ami semmiből előtűnik, és övé lesz a félvilág. És ilyen Nagy Sándor, meg ilyen tematikák alatt, és ennek a szövegvilága lesz ebben. No, hát akkor hölgyek, urak, vendégünk ugye Ádám a Heroikból, és akkor hozzájuk intézhettek kérdéseket, úgyhogy ne habozzatok, hanem írjatok nekünk bátran. Napi adás hozzászólások 11-10-es topik, ide lehet a zenekarra kapcsolatosan írni, illetve ugye a zenéket is ide írhatjátok, zenei dalkéréseket, vagy akár a Facebookunkra is, de azt elfelejtettem mondani az adás elején, de remélem, hogy a törzs hallgatóink azért ezt már így tudják, hogy időrendi sorrendben haladok a dalkérésekkel, úgyhogy elnézést azoktól, akik esetleg egy kicsit tovább várnak a dalkérésre, úgyhogy akkor Andi kérésére majd egy In This Moment nóta következik, de csak is a Heroik dal után, úgyhogy vendégünk a Heroik egészen 18 óráig, hallgassatok minket, és jöjjön a jó kis nóta tőlük.
Ez egy kérés volt, mert tudjátok, hogy általában a rockpanorámában ugye kéréseket is teljesítek, de csak is időrendi sorrendben, és emellett pedig ugye lehet intézni kérdéseket a vendégeinkhez, sőt, én nagyon örülnék, hogyha ugye ezt így folyamatosan megtennétek, hiszen tudjátok, hogy a zenekarok is nem véletlen jönnek ide hozzánk a stúdióba, tehát akkor legalább tiszteljétek meg őket annyival, hogy ugye kérdeztek is tőlük. Hát Sagrattal kapcsolatban nincs probléma, ugyanis ő volt, aki az első hozzászóló volt a műsorban, mármint aki ugye a zenekarhoz is hozzászólt. Olvasom is akkor Sagratt üzenetét. Sziasztok, hát szia! A Metal Enciklopédián melodic death metalként vagytok kategorizálva, az eddig hallottak alapján számomra inkább paganos a cucc. Kik a példaképeidek? Ezt kérdezi Sagratt. Aha. Igen. Ezt nem tudom egyébként, miért van melodic death metalként apostrofálva a dolog, mert már kezdetben is a melodikus death metal és az ilyen paganos blackes vonal keverékeként írtuk le a zenéket, ugyanis a két fő dalszerző, a dobos, illetve a gitáros, az egyikük az furra ez a pagan black metal, illetve a pagan metalnak a kedvence, és a gitáros meg a melodic death metal oldalról jött, és innen alakult ki ez a speciális elegy. Nekünk az alapvetéseink a Primordial, Borknagár, Amon Amarth, Elveti, Saur, hogyha valaki ismeri gyakorlatilag, ilyen atmoszférikus és ilyen epikus stílusok kedvelőinek be fogunk mi jönni. Tehát vállalatlan sok pagan elem van a dolgainkban, bár igazándiból én ezzel mindig bajban vagyok, mert olyan, hogy pagan, az nem így létezik, hogy ez most pagan vagy az, ez egy hatás, tehát egy érzet, igen, amit miközben hallgatsz a zenél, hát ez olyan pagan, igen, ezt hozzá lehet venni ehhez. Úgyhogy ez a válaszom erre. No, akkor ezáltal megválaszolta Demeter kérdését is, mert szerintem pár perccel Sagrat után kérdezte ugyanezt. Sziasztok, azt kérdezném a híróiktól, hogy kik a példaképeitek, hát akkor Demeter, most már te is megkaptad úgymond a választ erre. No, hát akkor kapcsolódjunk rá, vagy térjünk rá ugye erre a bizonyos nagy lemezre, ami idén jött ki a Hammer égisze alatt, és nekem már így elárulta olyan titkokat, hát igazából ezek nem titkok nyilvánvalóan, hogy ugye különböző segítőitek is voltak a lemezen, és számomra volt egy nagy meglepetés, és én erre nem is gondoltam. Nem tudom, ez mennyire publikus, tehát erről lehet beszélni. Abszolút. Abszolút. Tehát mi sokat gondolkoztunk azon, hogy mert mi is baromira szeretjük a folkos hangszereket, viszont a zenénk azért annál jóval sűrűbb, mint hogy ilyen tisztán folkos death metalba bele tudnánk skatujázódni. Viszont szerettünk volna ilyet beletenni valamilyen szinten, és egy pár számban megjelenik a Brácsa, mint olyan, és ezt az Alma zenekarnak a Brácsása, aki egy baromi jó arc, és ismerjük közelről, mert a gitárosunk náluk is dolgozik, náluk is hangosít, és nagyon jó fejként egy pár számunkba fölbrácsázott elképesztően odaillő és nagyon jó hangulatos elemeket, tehát ez egy eléggé ilyen multihangszeres és multistílusos srác egyébként, úgyhogy ezután is köszönjük neki. És még fogunk vele együtt dolgozni, mert az új anyag is készül. Milyen visszajelzések jöttek így a lemezzel kapcsolatban, mind a szakmától, mind pedig a rajongóktól? Hát, a kedvencem az a szétbasz. Igen. Mi ezt igazából nem tudjuk lemérni, csak a koncerteken. Egyre többen zúznak elől. Tehát ez a fő mérőszáma. Én nem tudom, tehát a visszajelzések nyilván nem lettünk volna nagy lemezesek, hogyha ez nem lett volna jó. Alapvetően mondom, csak azt tudjuk látni, hogy egyre többen vannak, és egyre nagyobb zúzás megy elő, úgyhogy biztos jó úton járunk. Külföld felé nyitottatok a lemezzel, mert ugye ez angolul íródott végig, bár igen, ugye a jövőbeli tervek között szerepel olyan is, hogy lesznek magyar szövegeitek is, vagy magyar szöveggel írt dalok, de ezzel mentetek külföldre, vagy... Nem. Nem, egyelőre nem volt ilyen koncepció, pontosan azért, mert egy pár dolgot meg kellett csinálnunk még ehhez. Tehát ehhez előfeltételek szükségesek, hogy külföldi nyitást, hogy be tudjál vállalni egy akár kisebb turnét, vagy akármit ilyen külföldi kiadók által valahogyan. És úgy döntöttünk, hogy 2015-ben, tehát jövőre már minden szempontból le leszünk tisztázódva, és akkor megpróbálunk egy ilyen nyitást. Nagyon kíváncsian várom én is. Most jön a lemez egyik legdurvább eposz, ez pedig a Blood and Agony. Erről mit kell tudni, és ugye ez klippesített verzió. Igen, megtalálhatjátok az interneten az uncut verziót, ez gyakorlatilag az észak-koreai diktatúráról inspirálta, de szöveg az nem ehhez
illeszkedik, de gyakorlatilag a YouTube-on nézzétek meg a Blood and Agony Heroic rákereséssel az Uncut verzióját ennek. De csak is a műsorunk után most még hallgassátok a rockvilágot és azon belül a rockpanorámát, és kérdezzetek természetesen a Heroic zenekartól. Napi adás hozzászólások 11-10-es topikba várjuk változatlanul a hozzászólásaitokat. Emellett ugye a dalkérések is jöhetnek, hát Demeter ezt már megtette, a listájából pedig a Moby Dicktől egy klasszikust választok, ez pedig a Gumiszoba, és ne feledjétek, hogy pénteken ugye hatalmas lemezbemutató Moby Dick koncert lesz ugye itt Budapesten, úgyhogy akkor jön a Heroic, aztán jön a Gumiszoba a Moby Dicktől, és természetesen utána jövünk vissza a beszélgetéssel.
Demeter kérésére hallhattatok egy klasszikus Moby Dick dalt, ez volt a Gumiszoba, és ne feledjétek, hogy hétvégén ugye Moby Dick lemezben mutató koncert, úgyhogy mindenkinek ott a helye, aki szereti a jó kis thrash metalt. Vendégünk pedig változatlanul a Heroic itt az első óránkban, és Ádám a zenekar frontembere van itt nálunk, úgyhogy hozzáintézhettek még kérdéseket. Napi adás hozzászólások 11-10-es topikba jöhetnek a hozzászólások, vagy írhattok ugye a Facebookunkra is, mind a Rockvilág, mind a Rockpanorama oldalára írhattok és kérdezhettek a bandától. Ezt tette egyébként Venom fan is, úgyhogy olvasom is Venom fan üzenetét. Igen, meggyőzőek vagytok, élőben biztosan még jobban süt a produkció. Az albumot hol lehet beszerezni? Ezt kérdezi Venom fan. A következő koncertünk az a igazából ezzel a névvel mindig baj vagyok, a Kultba lesz, igen, ami, igen. Aminek a leírás az KVLT, tehát így keressetek rá az új névre. Ezen a héten pénteken lesz a Kultban a koncertünk, kb. 11-től kezdünk. Elég komoly felhozatal lesz egyébként, ahogy elnéztem. Igen, itt a Nadidos Viktortól kaptuk a meghívást. Tauszik Viktor. Igen, Tauszik Viktortól kaptuk a meghívást, ezúton köszönjük neki ezt a dolgot, de még rajtunk kívül és a Nadidon kívül fellép a Conan's First Date, a God Given és a We Still Believe. Hát nagy zúzás lesz. Ez a lényeg, itt tudsz megnézni minket legközelebb. Úgyhogy ez az egyik válaszom, a másik válaszom pedig az albumot, ha jól tudom, a metalshop.hu-n tudod beszerezni online rendeléssel, vagy koncerteken. Tehát ezeken így hozzá tudsz jutni, úgymond, kedves Venom fan. No, egyébként hoztál magaddal egy pólót lehet majd. Egy L-es pólót. Úgyhogy hamarosan játszunk is akkor majd egyet, jó? Tehát akkor ez lesz a fővonal, úgyhogy nagyon figyeljetek, aki szeretne a zenekarta egy pólót nyerni, akkor az nagyon figyeljen, mert mindjárt fölteszünk azt a nagyon fogós kérdést, amire ugye, hogyha helyes választottak, akkor megnyerhetitek ezt a pólót, de engem most igazából ugye, ha már szóba hoztuk a koncertezést, akkor leginkább ugye ez a bizonyos májusi nagyszabású koncert érdekelne, hiszen azért kevés zenekar mondhatja magáról, hogy az Amon Amarth előtt játszanak, már pedig ti ugye játszottatok. Igen. Hogyan zajlott, milyen volt a koncert? Ez egy, hát mi úgy mondjuk, hogy mázlink volt, sokan azt mondják, hogy aki tud, annak szerencséje is van, mi inkább továbbra is mázinak tartjuk, ugyanis úgy működnek egyébként ezeknek a nagy ilyen turnéknak a előzenekaros díjai, hogy a helyi szervezőnek ki kell küldeni egy pár zenekarnak a CD-t, és ők és a zenekar menedzsmentje választja ki, hogy ki legyen az előzenekar. És minket az a megtiszteltetésért, hogy pár album közül minket választottak ki, ami ilyen derült égből villámcsapás, tehát a többünknek nagy kedvence, ilyen gyerekkori ilyen nagy fanok voltunk közel Amon Amarth szinten, és azt mondja, hogy előttük játszottunk, az ilyen zseniális volt, és igyekeztünk erőteljesen odabaszni, mert azért ez nem kis felelősség is. Ráadásul a Hammer megtámogatott minket azzal, hogy a CD-nket a belépőhöz lehetett kapni. Értem, nem kapni, hanem azt adták a belépőhöz, és emiatt nekünk ez nagyon nagy lehetőség volt, igyekeztünk élni is vele, és egy tényleges barbár show-t tudtunk tolni. Mind az oldalunkon és mind a YouTube-on fönn van egy pár ilyen videó, hogy ilyen, meg egy csomó nagyon jó kritikákat kaptunk utólag, hogy ritkán fordul az elő, hogy egy óriás színpadon levő magyar zenekart a fél órás programjuk után visszatapsolnak egy nagy zenekar előtt, úgyhogy ezt maximálisan élni tudtunk a lehetőséggel, de teljes életélmény volt azért az Amon Amarthosokkal hátul szocializálódni. Na pont ezt akartam kérdezni, hogy ugye említetted, hogy mindjártoknak nagy példaképei, mennyire tudtatok velük kommunikálni, hogy volt ez, hogyan zajlott ez a dolog, sikerült-e velük beszélgetni esetleg, vagy látták-e vajon a produkciótokat, hogy ment ez? Hát nagyon érdekes, mert ez általában a turnézó zenekarok, az ilyen nagy zenekaroknak a tökük ki van éppen mindennel. Tehát így az, hogy így mondjuk 3 hónapig turnézol a világba, az olyan szinten leszívja az embereket, hogy már így kb. Meggyűlösz mindenkit. Hát nem ezt éreztük az Amon Amarthon, de ők ilyen távolságtartó zenekar voltak, ők magukkal beszélgettek, meg a menedzsmentjükkel, meg ilyesmi. Azért csináltunk, tehát természetesen ilyen közös fotókat csináltunk, meg ilyesmi, de nem volt az a nagy összevonulás. Egész egyszerűen
nekik ez már nagyon erős rutin, és minden nap, minden más országban 2-3 új zenekarral találkoznak, tehát így nem is gondoltuk azt, hogy most ott itt ez lesz az a legnagyobb élmény, hogy itt most hosszan beszélgetünk, és akkor jó, berugunk a végén. Nem, viszont baromi normálisak voltak, és kedvesek, tehát így teljesen pozitívan tudták, hogy milyen, ők is nyilván indultak valahonnan, tudták, hogy milyen egy előzenekarnak, úgyhogy így éreztük a támogatásukat. Mert főleg a menedzserük részéről egyébként, aki végignézte a koncertünket. No, akkor viszont most játszunk egyet, melyben ugye megnyerhetik most a zenekar pólóját. Mi legyen a kérdés? Az a kérdés, hogy a májusi Áonemelt koncerten játszottunk mi, játszott az Áonemelt, és játszott egy harmadik zenekar. Írjátok, aki először megírja, hogy mi volt a neve, annak egy LS póló a jutalma. No, akkor ez a kérdésünk, úgyhogy napi adás hozzászólások 11-10-es topikba várjuk a helyes hozzászólás, és a legfontosabb az, hogy a leggyorsabban helyes választadó nyeri meg ezt a bizonyos LS Heroic pólót, és akkor megyünk tovább közben zenével, mégpedig egy jó kis sámános dal lesz, erről is megkérlek, hogy mondj egy-két dolgot. Igen, ez egy kicsit melankolikusabb nóta, bár az úzás ebbe is ott van, csak ez, tehát nekünk két nagy világunk van, az egyik ez a korai pagán vezérek és barbár törzsek vonal, és van ezen belül egy pár olyan nótánk, ami az akkori miszticizmusról és a sámanizmusról szól, és ez a Visions of the Shaman című számunk a következő is ilyen. No, hát akkor ezzel megyünk tovább, és utána pedig azt mondja, hogy van nekünk még egy Thornwheel kérésünk, úgyhogy ezzel folytatjuk majd. Várjuk akkor a helyes választ, tehát ne felejtjétek, a kérdésünk az volt, hogy a májusi Amonamarp koncerten a Heroic és az Amonamarp mellett melyik zenekar lépett fel. Aki helyes választ ad és ír nekünk a napi adás hozzászólások 11-10-es topikba vagy a Facebookra, akkor az egy pólót nyerhet ajándékba.
Ez volt a Thornville, és ez is természetesen zenei kérés volt, mint ahogy általában ugye tudjátok, hogy itt a Rock Panorámában lehet zenéket is kérni, illetve ugye intézhettek kérdéseket a vendégeinkhez, vendégeinkhez is, de most volt benne egy játékunk is a műsorban, egész pontosan egy Heroic pólót lehetett nyerni, egy LS pólót. A kérdésünk pedig az volt, hogy a májusi Amon Amarth koncerten, ugye, ami Magyarországon volt, a két banda mellett kilépett fel. Csehov írt egyébként a leggyorsabban, és így írja, a cseh Hipnoz, sajnos meló miatt nem tudtam elmenni. Ennyit még így hozzátett. Igen, most ezzel megpróbálom kárpótolni ezzel a pólóval. Írjál légy szíves a Heroic oldalra egy üzenetet, az elérhetőségeid, és akkor fölveszem veled a kapcsolatot, és megbeszéljük, hogy hol vetted át. Köszi szépen! No, köszönjük szépen, és akkor gratulálunk természetesen a nyereményedhez. No, hát akkor Ádám, szerintem így a műsorunk, mármint a nem műsorunk, de az óránk végezetén, megkérnélek, hogy egy kicsit akkor beszéljünk a jövőbeli tervekről is, jó? Mert ugye itt mellette már nekem adáson kívül mondtál olyan dolgokat, és hogy például magyar nyelvű szövegek is lesz. Stb. Úgyhogy készül már gondolom az új album. Igen. Most nyáron megnyugodtunk egy kicsit, és elkezdtük eléggé tudatosan megírni az új album, az új albumod, ami már pár magyar nyelvű nóta is lesz. Azt még nem tudjuk, hogy milyen formában és hogyan fogjuk ezt az egészet prezentálni. Annyi biztos, hogy most pénteki koncerten egy magyar nyelvű nótát már játszunk, ami egyébként a Barbár Himnusz névre hallgat, és mi meglepő. És egészen meglepő, hogy visszaköszön ez a hiedelemvilág. Úgyhogy ez az irány, nem akarunk időt mondani, hogy mikorra készül el, jövő év első fél évében valószínűleg elkészül, megkeverjük, és ki fogjuk adni úgy, ahogy ezt is. Tehát ez a fő célunk most tulajdonképpen, az, hogy legyen két album a kezünkben, és az, hogy jövő nyáron egy kicsit a fesztiválokon megpörgessük magunkat. És még esetleg a jövőbeli tervek között szerepel még valami más, mondjuk videoklip készítés esetleg? Ezeket mind az anyagi vonzat alapján döntjük el, de természetesen nagyon adja magát a téma, hogy ezzel a tematikával csináljunk egy baromi jó harcos videoklipet. Hát, ha összejön, akkor tudjátok, hogy lehet rá pénz. Mert azért tudni kell, hogy egy ilyen alapszintű videoklip elkészítése, ha csak nem egy kamerás ötletről van szó, azért ilyen 300.000 forintnak kezdődik legalább. Úgyhogy nem olyan egyszerű a szituációnk, de majd meglátjuk, reméljük a legjobbakat, és mondom, most a cél az új album, meg az, hogy minél több helyen megmutassuk magunkat, és egy kicsit elkezdjünk külföld irányába is építkezni. No, hát akkor köszönöm szépen, hogy itt voltál, és további sok sikert kívánok ugye a zenekarnak, aztán remélem, hogy amint ugye készülnek az új dalok, akkor újra itt lesztek, és így akkor van. Első rádióként mutatjuk majd be úgymond az új felvételeiteket. Van még hátra egy dal természetesen tőletek, és te ezt csak úgy kommentáltad nekem, hogy a sláger szerzemény. Igen, slágeres. Ebben lehet hallani a brácsásunk nagyszerű munkáját, és mindenkinek sok metát kívánok karácsonyra, és gyertek koncertre, meg minden. Sziasztok! Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és akkor további sok sikert kívánok, aztán, mint említettem, ugye, amint kinn a lemez, akkor újra várunk ide a stúdióba titeket, vagy egyedül jössz, vagy az egész zenekar, azt majd meglátjuk. Köszönjük akkor a meghívást! Jó, hát akkor van még hátra egy Heroic nótánk, és akkor Csehop, te pedig írj a zenekar elérhetőségére, jó, mindenképpen is akkor megtudod, hogy hogyan juthatsz hozzá ugye az a megnyert pólóhoz, úgyhogy akkor megyünk tovább, és akkor természetesen várjuk változatlan hozzászólásaitokat. Napi adás hozzászólások 11-10-es topikba lehet írni nekünk.